2008. december 4-én a Farkas Gyula közoktatási intézmény Szántó utcai tornatermében a Mikulás jegyében egy meglepetés műsor várta a kicsiket és nagyokat a kész szervezésében. Színvonalas műsort láthattunk az előbbi közel 45 percben. Az lenne a kérdésem, hogy milyen apropóból rendezték meg, és kinek köszönhető ez a rendezvény? Hát azt hiszem, hogy ki lehet találni, hogy milyen apropóból a Mikulás alkalmából szerveztük a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének a keretén belül. Ez a szövetségre egy pár szót, ez egy nagy országos, az ország legnagyobb civil szervezete, és az egyik fő célunk természetesen az evangelizáció, de emellett a jótékonykodás. És mivel a tavaly is egy nagyon jó sikeres Mikulás ünnepséget szerveztünk itt a fogyatékos gyerekeknek, úgy gondoltuk, hogy ezt az idén is megismételjük, és remélhetőleg a jövőben is, ha sikerül és lesz támogatónk, aki besegít, akkor fogunk a gyerekeknek szervezni ugyanígy Mikulás ünnepséget. Egy bűvészműsort láthattunk, egy pár szót a bűvészről, ha megemlítenek, ki ő esetleg? Molnár Imrének hívják, úgy különösebben sokat nem tudunk róla, csak az, hogy mindig nagyon jó szívvel jön, és bármikor hívjuk, tényleg gyerekekért mindent megtesz, és jelen van a nagy bűvész mutatványaival. Én azt hiszem, lehetett látni, hogy a gyerekek nagyon-nagyon élvezték, és már ez jó volt látni, hogy örömet tudtunk nekik szerezni. Köszönjük szépen!